Minden szentek és halottak napja, a megemlékezés, az elhunytakra való gondolás ünnepe. Sokan vannak, akik mindszentek napját összekeverik a halottak napjával. Ám ez két külön ünnep, és jelentésük is különböző. A mai napon, november 1-én ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön név szerint nem tesz említést. Az egyház számára minden szentek ünnepe a közhiedelemmel ellentétben nem a szomorúságnak, hanem az örömnek ünnepe. Minden megdicsült lelket, minden szentet ünneplünk, azokat is, akiket kifejezetten szenté avattak, és azokat is, akiket nem, de megdicsőültek, tehát Isten országában vannak. Halottak napján pedig minden elhunytról megemlékezünk, azokról is, akik már megdicsőültek, de azokról is, akik a tisztulás állapotában vannak. November 1-e, 2000 óta munkaszüneti nap. Mint szentek napján hagyománnyá vált az elhunytakra való megemlékezés, a temetőbe való kilátogatás, a sírok megtisztítása, feldíszítése, koszorúk, virágok elhelyezése és gyertyák gyújtása. Megemlékezünk el, hogy szeretteinkről, ismerőseinkről, eleinkről, őseinkről, barátainkról. Meglátogatjuk, kegyelettel sírjukat, mécses gyújtunk rajtuk, imádkozunk értük, és bizony gondolunk arra is, hogy egyszer a földi élet zarándokútja mi számunkra is véget ér, és el kell számolnunk visel dolgainkról, életünk ügyeiről. Az ünnepek alkalmával városunkban egy különleges szertartásra is sor kerül. Érsek úr megáldja Asztrik érsek, Kalocsa első érsekének sírhelyét, csontjait, és innentől kezdve a hívek számára, illetve hát ennek a szent misének a végén a hívek számára Asztrik érsek sírja látogatható, látható lesz. Mindenki leróhatja tiszteletét Kalocsa városának első érseke előtt. Holnap, november 2-án reggel 7 órakor a Főszékes Egyházban, 7:30 a Szent István király templomban lesznek csendes szent misék. Este 6 órától pedig szintén a Főszékes Egyházban dr. Bábel Balázs érsek mutat be minden elhunytért szentmisét.